Jó Kámoni diáknak lenni, hirdeti a felirat a Gotthárd iskola bejárata fölött. A 110 évvel ezelőtti megalakuláskor 105 diákkal kezdődött az első tanév. Akkoriban még bérelt tantermekben folyt a tanítás. A tanulók száma évről évre emelkedett. Ma már 600 diák jár az iskolába. Az intézmény vezetője ünnepi beszédében elmondta, a környéken lakók élete mindig szorosan összefonódott az iskola történetével. Több generáció lehet büszke arra, hogy ebben az iskolában tanult vagy tanított. Ennek bizonyítéka az a sok kiváló eredmény, melyet a tanítványok elértek az eltelt több évszázad alatt. Az elmúlt évtizedekben a szülők, a városrész lakói és iskolán pedagógusai az intézményért mindig összefogtak. Feketéné Horváth Elvira, a Szombathelyi Tankerületi Központ főosztályvezetője kiemelte. Május 31-e az iskola névadójának, Gotthárd Jenő születésének 166. évfordulója. A jeles csillagász, felfedező és gépészmérnök természettudományok iránti szeretetét ma az iskola pedagógusai adják tovább a gyerekeknek. A diákok verssel, vasi népdalokkal és tánccal szórakoztatták az ünnepség résztvevőit. Gotthárd hét kedden kezdődött el. A napokban lesz még Gotthárd Jenő életéről szóló vetélkedő sorozat, házi fizika verseny, homokvár építő verseny, továbbá több megyei és városi szintű vetélkedő is. Pénteken Gotthárd parti zárja a hetet, ekkor adják át az új mászófalat is.